Az európai országok körében egyre inkább elterjedt a háborús fáradtság, miközben Ukrajnának az orosz agresszió elleni harcias fellépése mit sem változott, jelentette ki Olga Stefanisina, ukrán kormányfőhelyettes pénteki berlini látogatása alatt. Eltökéltségünk változatlan, hangoztatta az európai és euróatlanti integrációért felelős miniszterelnök helyettes. Hozzátette, olvasta a háborús fáradtságra utaló híreket, és az uniós tagállamokban tett látogatásai során többször hallotta azt, hogy a háború túlzottan elhúzódott. Stefanisina figyelmeztetett, hogy nem a napokat kell számolni, hanem az események alakulását kell látni, majd hozzátette, hogy egy lehetséges ukrán vereség esetén az orosz győzelem dominó effektust indítana el. Oroszország ugyanis szerinte nem tervez megállni az ukrán határnál. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a Vilnius-i NATO csúcs találkozó óta, amelyen az Észak-Atlanti Szövetség bíztatóan nyilatkozott Kijev majdani csatlakozásáról, az ukrán hadsereg előrelépéseket tett annak érdekében, hogy igazodjon a NATO támasztotta követelményekhez. Az ukrán kormányfőhelyettes úgy fogalmazott, hogy Ukrajna Európai Uniós csatlakozási kérelméről a december közepére tervezett EU csúcs találkozón születik döntés a csatlakozás megvétózása a tagállamok közös kudarcát jelenteni. Vélte a politikus és leszögezte, Ukrajna megbízható uniós tag lenne. A csatlakozási tárgyalások pozitív elbírálása a nyugat-balkáni országok felé is megnyithatná az integráció felé vezető utat, tette hozzá Stefani Sina.